Ez a mentőernyőnek a kioldója. Ezt nem szabad megfolytani a sorrendet. Tehát mindig először leoldás, utána a mentőernyő kioldó következik. Hogy ezeknél a vejtőernyőkre előfordul, a nyílását segíteni kell. A következő vezényszavak lesznek. Ugrás, nyitás, vészhelyzet. Nem oldódik meg. Azt gyakoroltuk, hogy vészhelyzetben minél gyorsabban leoldok és mentőernyőt nyitok. Eddig RS4-es körkupolás ernyővel ugrottam, és most egy átképzés után ez egy légcellás paplanernyő lesz, amivel most fogok ugrani. Ez már egy komolyabb ernyő, magasabbról, korábban 800 méterről, most pedig 1000 méterről fogok majd ugrani. Mert figyelni kell a magasságot nagyon, illetve a megérkezéskor légre kell hajtani a tanultakat a pontos földetérés érdekében. Kapaszkod kívül nyugodtan, itt a fenekedet húz beljebb, mert meg fog akadni, úgy, jó, ugrás. És akkor oda fölfele kell nézni. Nem mindegy a testtartás, milyen testhelyzetben ugrok ki. Arra kell figyelni, hogy mindent megtéve a biztonság érdekében elkerülni az ütközést, illetve a szabályos mozdulatokat végezni, hogy ezt tanultuk. Mivel ez bekötött ugrás lesz, ez azt jelenti, hogy a bekötő kötél nyitja az ernyőt, és 2 másodperc után már nyitott ernyő lesz reménység szerint fölöttem. Mint lelkész, hogyan jutottál ide? Engem nagyon érdekelt mindig is a repülés, ezen belül az ejtőernyőzés. Ha valaki ugrik, akkor az megtapasztalja az egyetemes kinyilatkoztatást mindenféleképpen, hogy van Isten. Az ugrás pillanatában mindig félek, de ez természetes, ez így van rendjén, mert egy egészséges félelem koncentráló képességet ad az embernek. Édesapád is? Igen, édesapám itt voltam, amikor életem első ugrása volt tavaly. Nekem nagyon jó érzés volt, hogy ő ezt végignézte. Most is örülök neki, hogy itt van és nézi ezt az ugrást. Izgul az ember, mert az biztos, hogy fölmegy, de hogy hogyan ér földet, az mindig kétséges, reméljük, hogy nem lesz különösebb gond. Nagyon jó volt. Nem volt valami jó a landolásom, de reméljük, hogy fog változni. Hogyha az ember földön van, akkor annyira nem fél, akár vonaton, akár vizen, de hogyha elrugaszkodik a talajtól, akkor egy kicsit fél. A repülőtéri kápolna egy olyan hely, amely egy lelki kikötő a repülőtér mozgó, pulzáló életében. Ide jönnek az utasok, akik vagy szeretnének egy kicsit elcsendesedni az utazás előtt, vagy esetleg félnek a repüléstől. Ide jönnek a várakozók, akik várnak valakit. Ide jönnek az alkalmazottak, akik szeretnék itt kezdeni a napot, vagy itt végezni a napot. És a repülőtéri lelkész feladata az, hogy próbáljon azokon segíteni, akik ezt igénylik. Rendszeresen a katolikus, a református és az evangélikus lelkész heti rendben itt a kápolnában ügyeleti időt tart, ami azt jelenti, hogy minden nap van itt lelkész, és tud foglalkozni az idebejövőkkel. Minden vasárnap van istentisztelet,
délután 4 órakor. Elsősorban felnőttek azok, akik megkeresnek bennünket, és úgy érzik, hogy valami hiányzik az életükből. Ilyenkor szólnak nekünk, akár utas, akár alkalmazott, elbeszélgetünk velük. Én magam is kereszteltem, itt konfirmáltam is a repülőtéri kápolnában. Mivel felszentelt helységről van szó, ezért minden egyházi szolgálat itt elvégezhető. Református és katolikus kollégák tartottak esküvőt, és innen indult el a fiatal pár az élet nagy útjára. Rengeteget utaznak, általában repülőgépen élik az életüket, és ezért gondoltak arra, hogy akkor klasszikusan a repülőtéri kápolnában házasodnak meg. A Repülőtéri Lelkészek Nemzetközi Szövetsége koordinálja a repülőtéri lelkészek munkáját. Ez a szövetség évente egyszer tart egy konferenciát. Ebben az évben Indianapolisban volt ez a konferencia az Egyesült Államokban, és ez a szövetség, nemzetközi szövetség az, aki segíti és meghatározza a repülőtéri lelkész munkáját. Ez egy 34 éve működő nemzetközi szövetség, amely nagy múlttal rendelkezik. Magyar evangélikus lelkészként én vagyok az első tagja ennek a nemzetközi szövetségnek. A repülőtéri lelkész munkájából kifolyólag találkozik azokkal a nemzetközi hírű emberekkel, akik Budapesten megfordulnak, vagy éppen átutazóban vannak. Így magam is, amikor tartottam itt istentiszteletet az egyik vasárnap, hónapokkal ezelőtt, akkor Jean-Paul Belmondo lépett be éppen a kápolnába. Azután találkozunk filmszínészekkel, filmsztárokkal, illetve sportolókkal. Azok az utasok, akik ide betérnek imádkozni, azok általában nem kötelező, de általában bejegyzik a vendégkönyvbe az imádságuknak a tartalmát. Nagyon sokféle imádsággal találkozunk. Vannak olyanok, akik hálát adnak azért, hogy életükben először repülőgépre mehetnek is. Vannak olyanok, akik a gyermekeiket féltik a repüléstől, és előtte itt imádkoznak. És érdekes módon pár nappal vagy pár héttel később megtalálható az is, amikor hálát adnak azért, hogy megérkezett a gyermekük.